én már nem borulok ki a kritikákon. És tulajdonképpen ez egy picit zavar is többek között az Indexben is, hogy néha olyan kevéssé színvonalasok ezek a kritikák, amiket olvasok, hogy azt gondolom, hogy ezért én nem fogom magamat felhúzni, hiszen nem éri meg az, hogy egy idegsejtem is elpusztuljon emiatt. Néha olvasok ilyen egészen elvetemülten hosszú cikkeket, nem is gondolnám, hogy engem ez érdekel, és annyira jól meg vannak írva, mert ilyen oknyomozó jellegű egyik-másik, ami szerintem nagyon frankó. Ez a fajta alaposság, ezt azért néha el tudnám még viselni más területeken is. Amit még nem szeretek az Indexben, az az, hogy néha azt éreztetik velem, mint egyszerű olvasóval, vagy mint egy átlagos emberrel, hogy ti nagyon menők vagytok, én meg nem vagyok menő. És akkor lehet ezt azért mondom, mert hogy a menő, ez a menőség inkább egy nagy képűséget jelent, egy picit lehet most, hogy tovább ugorjak. Jó, meg azért én a kicsit át kéne nézni a helyesírási szótárt egy alkalommal. Pont. Legjobban, vagy leggyakrabban talán a videókat szeretem nézni, és néha egészen a hosszú terjedelműeket is, tehát nem csak ezeket az ilyen kis 2-3 perceseket, hanem például a Földes Andrásnak a félórás, több részes videóit is. Például én nagyon szeretem ezeket a futkosós interjúkat, amikor csak annyi történik, hogy ott futóversenyt tartotok a politikusokkal. Ez sokszor sokkal többet mond el egy szituációról, mint hogyha mondjuk valakivel egy mély interjút csinálnátok, mert ez tényleg egy dokumentációja annak, hogy éppen mi a helyzet. Nagyon szerettem különben ezeket a hegymászós videókat is, mindig megnéztem a kéktúrás, meg a bakancsos, meg ezeket, azok is nagyon hát ugye ezeket én nagyon szerettem. Szeretem olvasni a komment blogot. A maga nagyon, hogy is mondjam, ordinári stílusában azokon nagyon sokat szoktam szórakozni. Hát ha nem lenne Index, az mit jelentene? Hát talán, hogy nem lenne egy nyitókép a számítógépemen.